10 éves jubilómát ünnepli idén a királyegyházi Lafarge cementgyár. 2011. szeptember 15-én indult el a gyártás, a vállalat pedig mára az egyik legmeghatározóbb szereplőjévé nőtte ki magát az ágazatban. Ezt alátámasztják az adatok is, melyeket az ez alkalomban rendezett eseményen osztottak meg a vezetők a résztvevőkkel. De hogyha azt vesszük, hogy mennyi munkavállalót tudtunk foglalkoztatni, ugye 150-en fölül van a létszámunk folyamatosan, mennyi családnak adunk megélhetést itt a környéken, mennyi árut fuvarozunk, mennyi egyéb szolgáltatást veszünk igénybe, akkor azt látjuk, hogy egy exponenciális növekedést tapasztalhatunk. Valójában itt a fő eredményen azt gondolom, hogy az, hogy egy gyakorlatilag 100%-ban kihasználható cementgyárat hoztunk létre a nullából. Ez a legnagyobb érték ennek az ünnepségnek. A cég ügyfelei, partnerei videóüzenetben tolmácsolták gondolataikat, tapasztalataikat. Az üzeneteket egy kivetítőről figyelhették a résztvevők. Ezt követően emlékplakettel köszönték meg azon dolgozók munkáját, akik már a kezdetek óta a gyár alkalmazottai. Közéjük tartozik Zadravesz Zsófia is, aki kérdésünkre azt mondta, őszintén büszke arra, hogy egy ilyen csapatban dolgozhat már egy évtizede. Amikor ide kerültem, akkor a kommunikáció volt az elsődleges feladatom, aztán közben a 10 év alatt pályafutásomban több feladatkört láttam el, és most végül, de nem utolsó sorban egy stratégiai területére, fenntarthatóságért vagyok felelős, ami számomra külön öröm, hiszen így a jövő bolygóját építhetem együtt a többiekkel és a csapatommal. Az ünnepség azonban itt még nem ér véget, hiszen szeptember 17-én pénteken megrendezik a hagyományos jótékonysági futóversenyt, és a jubileumi nyílt napot is a gyár épülete mellett.